van benne egy kamera, tehát rögzíti a vonulást, sebességadatokat mutat, földrajzi elhelyezkedést, úgyhogy ez nekünk a mindennapokban nagyon fontos. Ez a korszerű és könnyen kezelhető útvonaltervező segíti az országos mentőszolgálat munkatársainak mindennapjait, egy hazai vállalat felajánlásának köszönhetően. A koronavírus járvány idején kiemelten fontos, hogy minden címre a lehető legpontosabban és leggyorsabban oda találjanak a mentősök. Ezért döntött támogatásuk mellett a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács és a Magyar Vörös Kereszt. Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsnak a elmúlt több mint most már 2 hónapban a munkája összetett volt és nagyon szép. Ebben a munkában 6 országos lefedettségű karitatív szervezet vett részt, Magyar Vörös Kereszt, Katolikus Karitász, a Református Szeretetszolgálat, Máltai Szeretetszolgálat, Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat. A karitatív szervezetekhez érkezett különféle felajánlások az ország szinte minden pontjára eljutottak. Legyen szó idős otthonokról, vagy akár kórházakról is, és ez az összefogás példaértékű, tette hozzá az államtitkár. Az országos mentőszolgálat 105 új navigációs eszközt kapott. A Magyar Vörös Kereszt már március elején felmérte azt, hogy milyen kapacitásokkal rendelkezik, és egyfajta tájékoztatást adott az operatív törzs felé, hogy milyen járművek, milyen humán erőforrás az, ami a veszélyhelyzet kihirdetésekor átcsoportosítható, az intézményrendszerek támogatására fordítható. Az elmúlt évek autóbeszerzéseiből láthatjuk, ezek az új modern autók, amik mögöttem is vannak, már beépített navigációs készülékkel rendelkeznek. De mégis vannak olyan gépjárműveink, amiben vagy frissíteni kell, vagy pedig nincsenek benne ezek a navigációs eszközök, amik ahhoz segítenek hozzá minket, hogy minél hamarabb a bajba jutotthoz érjünk, és minél pontosabb címet láthassunk. A mentőautók többletfelszereltsége a jövőben is nagy segítséget nyújt majd az életmentésben, hangsúlyozták a jelenlévők. Valahol itt fejben dől el, hogy ez a körülmény milyen hatás fog ránk gyakorolni. Magány, depresszió, félelem, vagy a helyzet okozta lehetőségek kihasználása. Ezen a 2 úton indultak el az emberek a járványügyi veszélyhelyzet kihirdetése után. A nyugdíjasok kitüntetett figyelemben részesültek, sok szabályt az ő védelmükben hoztak meg, de ez a figyelem pozitív és negatív hatást is gyakorolt az idősekre, mondta el tapasztalatait Tonk Emil. Kétféleképpen, az egyik pánikot keltett saját magába, tehát úgy érezte, hogy ez most ellene szól, hogy most a világ ki akar vele tolni, hogy a körülmények azok folytogatni fogják. A másik pedig azt a másik rész embereknek azt mondta, hogy oké, ha van egy ilyen körülmény, mit tudok ebből számomra, vagy a szeretném számára többet kihozni. Azok, akik nem tudták elfogadni az adott helyzetet, egyre rosszabb lelkiállapotba kerültek, és esetenként depressziósá váltak. A félelemérzetnek azonban lehetséges megállt parancsolni. Érdemes olyan tevékenységekkel tölteni az így nyert szabadidőt, amik óvják a lelki egészséget, és kevés idő jut rá a rohanós hétköznapokon. A ház körül is lehet, vagy a házon belül is lehet olyan tevékenységet csinálni, ami a lelkét jobbítja, de ha lehet, akkor keresen a tevékenységet, ami a közvetlen hozzátartozó és lelkét javítja. Tehát csináljunk olyant, amiből nekik is jut, például süssünk gyakrabban süteményt, hívjuk meg ahhoz a szeretteinket, amikor jönnek meglátogatni egy kávéra, ha lehet, minden nap meg lehet tenni. Ha lehet, akkor vásároljon virágokat, és minden nap más színű virágot már tegyen a lakásba. A legfontosabb a pozitív gondolkodás és a hozzáállás megváltoztatása. A félelem helyett az előnyökre kell összpontosítani. A szakértő szerint a hozzáállás dönti el azt is, hogy amikor vége a járványidőszaknak, ki mennyire lép majd ki könnyen ebből az élethelyzetből, és mennyire gyorsan talál vissza korábbi szeretett rutinjaihoz. Fontos, hogy senki ne a problémákra, hanem a megoldásra összpontosítson.